Mi pedig mi mással folytathatnánk a ma reggelt, mint a pünkösd legkiemelkedőbb eseményével, a csíksomlyói búcsúval. Csíksomlyó az idők folyamán az összmagyarság olyan szent helyévé vált, ahol zarándokok ezrei tapasztalják meg az élő hit erejét. A nemzet egyik legáldottabb szentélyének is mondják, ami elmossa a felekezetek közti határokat és egymás elfogadására ösztönöz. Így válhatott a csíksomlyói kegyhely az összetartozás egyik legerősebb szimbólumává. Jó akaratú embert várunk, aki tiszteletben tartja a búcsú jellegét és méltóságát, függetlenül vallási és nemzeti hovatartozásától. Ezt vallják a csíksomlyói búcsút szervező ferences szerzetesek. Nem volt ez másképp a múltban sem. A kegyhely évtizedekkel ezelőtt is felekezettől függetlenül vonzotta az embereket. Elmentem, olyan volt, hát ott nem csak én voltam református, ma ott nagyon sokan voltak akkor is, reformátusok, unitáriusok, Magyarországról, mindenféle felőről sokan jártak akkor is. Székely Szent Mihály unitárius lelkésze ugyancsak megtapasztalta a csíksomlyói búcsú erejét. Csíksomlyónak az erejét igazán abban látom, hogy túlnőtte az önnő határait, és akár azt is mondhatnánk, hogy az egyház határait, és egy találkozási ponttá vált. Egy olyan találkozási ponttá, ahol elmosódnak a nemzetiségi, felekezeti, és akár azt is mondhatnánk, hogy politikai határok, és az ember megtapasztalja, hogy ebben az ember központú világban vannak Isten központú pillanatok. A csíksomlyói búcsú mindig is jó alkalom volt arra, hogy összegyűjtse a székelyföldieket, a csángókat és a Kárpát-medence magyarjait. Örventem, boldog voltam, hogy elmehettem, mert láttam, hogy mindenki olyan boldog, és aztán annyi paps, annyi szép ének, annyi imádság, annyi minden, hogy örventem, hogy ott lehettem. Mindig a Máriához fohászkodtam, valamilyen szándékom volt azért. És akkor avval a gondolattól mentem. És ott, amíg ott voltam, és vannak azok a kápolnák, és mindegyiket meglátogattam, úgyhogy én akkor avval a számításra mentem, hogy a lelki dolgaimot intézem ott. A kegyhely vonzerejét bizonyítja, hogy ma is vannak, akik vállalva a gyalogos zarándoklat terhét, több tíz vagy éppen száz kilométert tesznek meg Csíksomlyóig. Talán nem mindenki tudja, hogy a somlyói búcsú eredetéhez egy ismert legenda fűződik, eszerint 1567-ben János Zsigmond fejedelem nagy sereggel próbálta erőszakkal unitárius hitre téríteni a csíkiakat. A katolikusok a Gyergyó alfalvi plébános vezetésével pünkös szombatján megütköztek a fejedelem seregével, és megvédték hitüket. Azóta a győzelem emlékére minden évben megrendezik a pünkösdi búcsút. A legenda hitelességét egyre többen vonják kétségbe. Székelyföldi stúdiónkban most erről beszélget vendégével Száva Enikő. Jó napot kívánok! A csíksomlyói legenda erősen él a köztudatban, de főként az unitáriusok vitatják az események történelmi hátterét. Évről évre szóvá teszik a bizonyítékok hiányát. Vendégem Derzsi András, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia templom gondnoka. Lehet-e tudni a teljes igazságot? Jó napot kívánok! A teljes igazságot sajnos nem lehet tudni. És pedig azért nem lehet tudni, mert ez a legenda, amire ugye épül ez az egész csíksomlyói pünkös szombati búcsú, 1770-ben jelenik meg. Így emlegetik a ferences, a történészek is, hogy a hagyomány. Hogy honnan jön ez a hagyomány? Tudni kell azt, hogy János Zsigmond először a katolikus lévén, a majd luteránus, református és végül unitárius, de 1567-ben még nem volt unitárius. 1566-ban kiadott egy olyan rendeletet, hogy aki az új vallást nem fogadja el, tehát a papokra értette, az el kell hagyja az országot. Na már most következő évben
a Gyergyó Alfalvi István plébános. Ő összegyűjtötte a népet, és elindult egy olyan zarándoklatra, amikor ugye a szűzanyához ment, hogy imádkozzon, hogy a hit megmaradhasson, és a megszűnjön ez az üldözés, és ez történt Pünkösd szombatján. Tehát nem hogy csata volt, hanem zarándoklat? Hogy csata volt, vagy nem volt, hogyha volt is, nem volt nagy csata, hogy ez kellett volna való emlegesi. Meg különben Udvarhelyről János Zsigmond katonái azért örködtek, hogy a székelyek nehogy mozduljanak. Ezt a kettőt összecsatolhatták, összehozhatták, és 1770-ben így jött egy legenda, ugye, mert szeretjük a legendákat, és ilyen múltat adtunk, hogy a csíksomlyói búcsú ez lenne az eredete. Egyébként azt tudjuk, hogy János Zsigmond soha nem járt Székelyudvarhelyen, János Zsigmond nem járt. A katonái sem. Nagyon Udvarhelyen, ugye a várból a katonák, ők őrködtek a székelyek föl. Sőt, azért azt is tudjuk, hogy János Zsigmond volt éppen az a fejedelem, aki a vallás politikájának köszönhetően kihirdette a vallásszabadságot. Ezzel mint egy elsőként Európában, vagy úttörőként. Hát igen, ez így volt, de azért nem, tehát így volt papíron, de azért a történelemben megnézzük, voltak bizony visszaélések, csak a Udvarhelyt nézzük, 1612-ben a templomot kiürítik, ugye, a vallásszabadság nevébe, a régi Szent Miklós templomus, az ott lévő a kegytárgyakot, butorokot elégették a templom előtt. Hát voltak azért visszaélés, mind a két részről volt visszaélés. Na és akkor mi a valóság? Tehát tulajdonképpen mikortól indult a somlyói búcsú, és minek köszönhetően? A somlyói búcsú már 1444-től indult, nem pünköskor, hanem Sarlós Boldogasszony napján, július 2-a ez, ami a tulajdonképpen a somlyói templomnak a búcsú ünnepe. Hogy pünköskor összegyűltek, ezt a tulajdoníthatjuk István papnak, ugye, aki Alfaluból jött, hogy imádkozzon ugye a szűzanyához, hogy ez a vallás üldözés valahogy szűnne meg. Amit mondta, szeretjük a legendákat, és hát a Csángók somlyói látogatásáról, búcsújárásáról is van egy legendánk, miszerint a Csángók kaptak Bizánctól egy Mária kegyszobrot, és hát ezért a szoborért zarándokoltak el ők évről évre a búcsúba. Igen, a moldvai Csángók a Bakóban a szolgálatot tevő a magyar ferencesek hatására jöttek Csíksomlyóra, és a Mária szoborra kapcsolatosan valóban van egy ilyen elképzelés, hogy Bizáncból eredne, vagy pedig amikor Bakóban megszűnt a zárda, onnan vitték volna ezt a szobrot Csíksomlyóra. A valóság az, hogy ez a szobor, ugye a szakemberek szerint 1515 és 1520-22 között készülhetett, és csíki mesterek készítették, mert a stílusa, ez a csúcséves stílus, ami még a 16. században Csíkban még létezett. Tény, hogy a Csángók évről évre, ha kell, gyalog is elzarándokolnak a somlyói búcsúba, vagy legalább egy évben egyszer hallgathassák magyarul az Isten igéjét. A zarándokok, ugye, mint tudjuk, azért az ökumenikusság jegyében mennek el Somlyóra. Ez tény és való mindenféle hitvita ellenére. Igen, Csíksomlyó most már nem a katolikusoké, hanem az összmagyarságé, és volt csata, nem volt csata, akkor is a szakrális jellege nem változik Somlyónak, és nem szabad változzon. Ma, amikor ugye ebbe az évbe ünnepeljük a csíksomlyói kegyszobor 500. évét, azt kéne jelentse a zarándokoknak, hogy az oda elzarándokoló és otthon maradt magyarság a Kárpát-medencékbe egy olyan összefogást, és édesanyákhoz megyünk haza, ugye szűzanya, ő Szent István után, a magyarok nagyasszonya is, és hozzá megyünk, és egy olyan összefogás, békesség kellene legyen, hogy ne egymást ellen és egymás hibáit nézni, hogy egymáson segíteni, hogy itt a Kárpát-medencében ez a magyarság egy kovász legyen, hogy az elkeresztényetlenedett Európát újra keresztényé varázsol. Hát így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm a lehetőséget.